Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt az Út Tokióba magazin az M4 Sporton. A tavalyi esztendő hasonló időszakában jelentkeztünk utoljára, aztán a pandémia, a világjárvány mindent felülírt. A tokiói olimpia szervezői is egy nap híján egy évvel elhalasztották az eseményt. Egy rövid bizonytalan időszak után sportolóink újrakezdték az edzéseket, és azóta is gőzerővel készülnek arra, hogy a megváltozott időpontban, de a változatlan álmaikat valóra váltsák. Rasovszky Kristóf két dologra egészen biztosan oda fog figyelni. Az egyik, hogy milyen zokni csomagoljon magának az olimpiára, a másik, hogy éremmel térjen haza onnan. Fazekas Mária 17 éve szerepelt utoljára ötkarikás játékokon. Tisztában van vele, hogy most mindenki ráfigyel, de ő hisz a csapatban és saját játékában. Parti András most a robbanékonyság fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, mert úgy érzi, még mindig tud fejlődni. Pályafutását Tokióban élete legjobb szereplésével akarja lezárni.